Szabó Magda könyvében nem csak Emerenc élete, a jelenkori élete, hanem a titka, a titokzatossága, amit aztán egy bizonyos idő után felfed az író, az az, ami olyan nagyon izgatja az embereket, és ami aztán világossá teszi az olvasó számára a személyiséget. A tehetség az bizonyos fajta ösztön, és a tehetség egy állapot. Nem mindig van mindenki a tehetség állapotában, az sem, aki hajlamos arra, hogy ebbe az állapotba kerüljön. Nagyon sok minden befolyásolja a tehetség létét, illetve nem létét. A Szabó világ életében egy szerencsés ember volt, és mindig olyan helyzetbe tudott kerülni, hogy a tehetsége érvényesüljön.